egyszer egy öreg ember és egy öreg asszony. Az öreg asszonynak az előbbeni urától volt egy leánya, és a bácsinak is volt egy leánya az előbbeni feleségétől. Az öreg asszony haragudott a férjének a lányára, nem szívelte egyáltalán. Annyira jutottak, hogy a leányt elhajtotta, menjen szolgálni. Elindult a leány, ment egy darabig. Egyszer elért egy körtefát. Azt mondja a körtefa neki, hová mész te, leányocska? Megyek szolgálatra. Leányocska, gyere, tisztíts le engem a száraz ágaktól, hogyha engemet megtisztogatsz, jó tettedért jót kaphatsz. A leányocska tovább ment, és elért egy szőlőbokrot. A szőlőbokor is azt mondta neki, gyere, metszél meg, s kapálj meg, meglásd, jó tettedért jót kaphatsz. A leányocska tovább ment, s elért egy rossz kemencéhez. Gyere ide, leányocska, sikálj meg engem, meglásd, mikor visszafordulsz, jó tettedért jót kaphatsz. A leányocska elért egy kicsike kutacskát, de ez a kutacska rendetlen, elhanyagolt volt. Hová nézte, leányocska? Hosszú útra, szolgálatra. Takaríts ki engem szépen, meglásd, mikor hazaérsz, jó tettedért jót kapsz. Akkor a leány szépen kitakarította, kimerte az állatvizet belőle, és tovább ment. Ahogy ment, találkozott egy kis kutyával. Takaríts meg engem, s nyírd meg, meglásd, jó tettedért jót kapsz. A leányocska megnyírta, szépen megtakarította. A kutya megköszönte, s a leányocska tovább ment. Ment, s egyszer csak elért egy szép házat. Tündérek laktak benne. Kérdezik, milyen útban van. Azt mondja nekik is, hogy megy szolgálatot keresni. Maradj meg itt nálunk, itt van 7 szoba. 6-ot seperj ki, de a 7-dikbe be ne menj. A leányocska ott maradt, és ott szolgált egy esztendeig. Mikor az esztendőnek vége lett, így szólt. Most már haza akarok menni, hogy megmutassam apámnak s anyámnak, hogy mit szolgáltam. Na, meghallgattál szépen, meg is kapod, ami jár neked. Engergőzz meg ebben az ezüst pénzben, ami rád ragad, az a tied. No, most hengergőzz meg szépen az aranyban. Meghengergőzött a leányocska abban is, azután fölállott és elbúcsúzott. Jött az úton visszafelé, elérte a kutyát. Mikor odaért hozzá, a kutya azt mondta, no, leányocska, vegyél rólam, ami neked tetszik. A kutya tele volt aggatott gyöngyel, s a leányocska vette, amennyit kellett, szépen felrakta magára. Ment tovább. Mikor odaért a kutacskához, csészikék, kancsócskák voltak ott kirakva, amivel lehetett merni. S a leányocska merített, s egyet ivott, azután szépen jött hazafelé. Mikor odaért a kemencéhez, ott sültek a bélesek, kalácsok. Gyere ide, egyél, amennyi jól esik, a jó tettedért visszajár. Evett is, hozott is. És ahogy jött hazafelé, odaért a szőlőbokorhoz. Hát ott olyan szép szőlő volt, bor, poharakban kitéve, ehetett, ihatott, amennyi kellett. A bélesre éppen jól esett. Tovább jött hazafelé. Leányocska, már nagyon sok ideje várlak, megérett a körte. Még közeledett hazafelé. Már a kakas meglátta, hogy jön. Kukuriku gangú!
jön az én nénikém, ezüsttel, arannyal telifuttatva. Meghallotta a leány is, s szaladni kezdett, hogy örömet hozzon az apjának. Megint szólott a kakas. Kukuriku, gángú! Jön az én nénikém, arannyal és ezüsttel futtatva. De az öreg asszony azt kiabálta. Hallgass te, tanigaj! Kukuriku, gángú! Jön az én nénikém, arannyal és ezüsttel futtatva. Elég sokat kaptál, de most elmegy az én leányom is, és az sokkal többet hoz, mint te hoztál. Elment az ő lánya is. Abban a nyomban odaért a körtefához. Gyere ide, leányocska, takaríts meg engem a száraz ágaktól. Jót tetted ért, jót kapsz. Én a csecsebecse lábacskánymacs vacsa-vacsa kezecskémet nem csipkézem meg, akármi is lesz. A szőlőbokor is azt mondta neki, hogy menjen oda és metsze meg, mert jó tételért jót kap. De a leány neki is azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, a vacsa-vacsa kezecskét össze nem szurkálja, akármi is lesz. Elért a kemencét. Gyere ide, te leányocska, gyúrjál földet, sikálj meg engem, jó tettedért jót kapsz. De a leány azt mondta, hogy ő a csecsebecse lábacskáit, a vacsa-vacsa kezecskét nem mártja a sárba, akármi is lesz. Akkor elérte a kutat. Gyere ide, leányocska, merd ki ezt az állott vizet. Én a csecsebecse lábacskáimat, vacsa-vacsa kezecskéimet be nem piszkítom, akármi is lesz. Elérte a kutyát. Gyere ide, leányocska, nyírjál meg. Én reát nem teszem a vacsa-vacsa kezecskéimet, csecsebecse lábacskáimat, én be nem piszkítom, akármi is lesz. Tovább ment, és elérte ő is azt a nagy kastélyt, és bekéreckedett, hogy ott aludjék. Őt is megkérdezték, hogy hová megy. Azt mondja a leány, hogy megyen szolgálatra. Akkor azt mondják neki is, hogy maradjon ott, náluk. Itt van ez a 6 szoba, seperd ki, de a 7-dikbe be ne menj. A leány a 6 szobát kiseperte, és a 7-dikbe sem ment be egy darabig, de egyszer aztán mégis bement. Akkor látta, hogy mi van oda bent. Ígyók, békák, s azok úgy összemardosták, hogy véres lett egészen. Mikor kijött onnan, azt mondta, hogy ő nem szolgál tovább. Nem is fizették ki. Amint jött hazafelé, útközben összetalálkozott a kutyával. Oda ment hozzá, hogy kérjen a gyöngyökből. Nem akartál megtisztítani, most mehetsz utadra. Jött nagy szomorúan, s odaért a kúthoz. Nagyon szomjas volt. Menj innen, mert sajnáltad a kezedet s a lábadat. Semmit se kapsz. Akkor elért a kemencéhez. Ott sültek a bélesek, kalácsok. Mikor nyúlt oda a kemence szájához, hogy vegyen, sütötte a kezét. Nem tudott menni. Tovább ment, és elérte a szőlőbokrot. Oda ment, hogy szakítson egy gerezdet, s vegyen egy pohár bort, de a szőlőbokor eltaszította a kezét. Elért a körtefához, de ott sem tudott szakítani egy körtét is. Mikor közeledett haza, a kakas felhágott a kapu tetejére, és szólani fogott. Kukuriku, gángú! Jön az én nénikém, vérrel futtatva! Az ördöngős asszony odament, és azt mondta. Nem igaz? Arannyal jöj futtatva! De a kakas megint elkezdte. Kukuriku, gángú! Jön az én nénikém, vérrel futtatva! Nem igaz? Mert arannyal jön futtatva! Kukuriku, gángú! Jön az én nénikém, vérrel futtatva! Nem igaz? Nem igaz? Kiabált az öreg asszony, de az öreg ember azt mondta, látod, az én leányom jobban szolgált, mint a tied. És akkor összevesztek, és az öreg asszony és a leánya elment a háztól. Az öreg ember és a leánya, ha meg nem haltak, ma is élnek.